Sziasztok gyerekek, Martin vagyok, és ismét a Hungary Life MTA-ról jelentkezek. Hol vettem egy új autót. Most innen arrébb megyek, mert itt valami FPS drop van. Szóval vettem ezt a Ferrari-t. Amit sajnos most itt tudok bemutatni, hogy törött, mert valami gáz van a szerelő NPC-kkel. És az autó, 3-as motor, 3-as váltó, 3-as kerék, neon, airride, cheap, nitro. Hát lényegében fullos hidrolika nincs benne, ez nem is kell. Színezett fényszóró, de ezek annyira nem érdekelnek. Jelen pillanatban nem akarom eladni. De ha természetesen majd, hogyha jön rá megfelelő ára, akkor biztos elfogom. És minden esetre ki kellene húzatni. Majd az egyenesbe. Ez a valami nem tudom, hogy eladjam-e, de az úttartása is egész jó. Az a baj, nem tudom, hogy hol próbáljam ki. Ó, tépőt csak megálltunk. Nem tudom, hogy hol lehetne végre kiúzatni, hát most is már 400-an mentem vele. És igazából az úttartása az tényleg nem rossz nekünk, meg mentem egy Lambóval is, mielőtt ezt vettem. Ahhoz képest ez szerintem jobban megy. Hát, ez most tökéletesen jött nekem. Itt valami megdobott. És tényleg az NPC-kkel valami gáz van. Mindig most megpróbálok ott a reptéren hátra menni, bár nem hiszem, hogy már lehet, vagy nem tudom. Tényleg, hogy jól megy az autó, vagy nem. Mondom, én egy fullos Lambót kölcsönkértem egy játékostól. Nevére nem emlékszek, de innen is köszönöm neki, ha véletlen nézi a videót is elismer, hogy megengedte, hogy kipróbáljam. De nekem az annyira nem adta át, tehát szerintem ez jobban megy. És igen, még mindig nem jók az NPC-k, hiszen mindenki jön ki törött autókkal. És ez mit csinál? Látom, nincs jogsia, hogy valami egy kresszabályokkal, mindegy. Itt a reptéren megpróbáljuk kihúzatni. Nitróval. Odafele. Egyszer csak a végére vagyok kíváncsi. Ez nagyon jó, hogy itt ilyenek vannak. Hát ez rövid lesz. Az volt, szinte sehol nem tudom kihúzatni a végéig. Megint 380 és belemegyek a falba. És ez TK is lett nekem, tökéletes. Jó van gyerekek, ezt a tetőre raktuk.
Nyílok kezével. Kivesz egy zsakit. A zsebéből. Mivel megtört az arcát. Na gyerekek, egyszerűen még soha nem tudtam végig húzatni. Ugye 380-ig. Szerintem elmegy 400-at vagy akár többet is. Minden esetre az autó ez egy darabig meg lesz. Ha csak ugye olyan ajánlatot nem kapok rá, ami nekem megéri. Gondolkozok még egy GTR-en. Most vagy ez mellé, vagy ez helyett, azt még nem tudom. De mindenképpen kellene az is. Na, sziasztok gyerekek! Olyan helyzet állt elő, hogy ugye az előbb bemutattam a Ferrari-t, és mondtam, hogy nem tudom, mi lesz a sorsa. Most én ügyesen nem kapcsoltam be a Frapset, és nem vettem fel, de elmondom a sztorit röviden. Oda jött hozzám egy srác, felajánlott a kocsiért 310 milliót, nekem 270 millióba volt, azt hiszem. És nyilván átírtam neki, és így adóval együtt, ha mindent leszámolok, több mint 20 millió hasznom volt az autón. Lényegében röviden ennyi. Sajnos a videó felvételt nem kapcsoltam be, de erre igyekszek odafigyelni legközelebb. És akkor most köszönnék el, köszönöm, hogy néztétek a videót, ha tetszett, lájkoljátok és iratkozzatok fel. Sziasztok!